Köszöntöm a Művészváros nézőit! Mai adásunkban láthatnak majd színdarabot, ellátogatunk egy koncertre, és megnézzük, hogy mi történik a skanzenben. De jöjjenek a témák részletesen! Happy Ending. Ősbemutató a Szentendrei Teátrum színpadán. Francia szerelem. Horgas Eszter és a Talamba együttes koncertje. Hűsítő hétvégék. Üdítő programokkal készül nyáron a skanzen. Emberi méltóságról, betegségről, lelki harcról mesél a Szentendrei Teátrum ősbemutatója. A Happy Ending című darabot ötször is láthatta a közönség. A főszerepben Hernádi Juditot láthatja a közönség, aki egy olyan színésznőt játszik, akiről kiderül, halálos korral küzd. A tapukat döntögető darabban egy kórterem életébe pillanthatunk be, ahol mindenki másként küzd a számára megírt sorssal. Négy daganatos nő harca ez, nem csak a betegséggel, de saját magával is. Hernádi Judit mellett Hegyi Barbara, Margitai Ági és Bánfalvi Eszter játsza a főbb szerepeket. Én gyakorlatilag később lettem a rendezője a produkciónak, úgyhogy én egy kész szereposztást kaptam, de számomra csodálatos velük, sokukkal most dolgozok először. Azt gondolom, hogy ez kimondottan ehhez a darabhoz egy tökéletes szereposztás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az Orlai Tibiék egy kimondottan jó ízléssel és jó rálátással választották meg őket. És olyan szuper erőtér van e között a négy nő között, nem beszélve a Dr. Kácot alakító Fekete Ernőről, vagy Bertalan Ágiról, aki a főnövért alakítja. Azt gondolom, hogy így mondhatni egyfajta társulat lettünk erre a produkcióra. Sokat gondolkoztunk, töprengtünk rajta, hogy ez hogyan van, meg azt gondolom, hogy mindenkinek alapvetően van egy ilyen első kisebb hök, hogy úristen, erről hogy lehet darabot csinálni. Mindenki olvasta gyakorlatilag a nyersfordítást, úgyhogy igazából tudta, hogy mire vállalkozunk. Azt gondolom, hogy nagyon jó ízlé. A fő aggodalom inkább az volt, hogy hol tudjuk azt a penge élen táncolást megcsinálni, amitől ez az egész nem gúnyrajz lesz, hanem hiteles, valós emberi küzdelmeknek a helyzeteit tudjuk felmutatni. Azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy változott volna a viszonyuk akár a betegséghez, hanem egyszerűen elkezdtünk gondolkodni róla, és talán mélyebb értésünk van a dologról. Ahogyan a mindennapi életben, itt is mindenki másban bízik. Van, aki a csodaszerekben, a táplálék kiegészítőkben hisz, és van, aki az imákban, a varrásban keresi a megoldást. Az előadás legnagyobb erénye, hogy mindezekről képes olykor kacagtató humorral és öniróniával beszélni, írja Balogh Gyula újságíró kritikájában. Papaverin hidroklorid, szájgombásodásra általában jó az aptagongél, próbálja ki, proflogliberol az aranyérre, sajnos nem lehet mit csinálni, a hasmenés okozza, viszont szexuális életet nyugodtan élhet, semmi akadályon, sőt, azt mondják, még erősödnek is az orgazmusok. Mert annyi mindent mondanak, nem igaz? Utána, helyette, ahogy alakul, vegyen be egy bondormint, hogy jól tudjon aludni. És végül a hajhullásról. Általában az első kezelés után 10 nappal jelentkezik, de van, akinek sokkal tovább megmarad. Minden esetre itt van a mi Jossink, az ő parókáiról senki meg nem mondja, hogy nem igazi hajak. Személyre szabott frizurát készít, és még fodrászhoz se kell járni. Meglátja, oda lesz tőle. Ha viszont ott kezdene nőni, ez nem kell. Ha viszont ott kezdene nőni a szőr, ahol nem kéne, mondjuk szakáll vagy bajusz formájában, ne ijedjen meg, a kezelések végeztével kihullik. Hogyha nagyon zavarja, egy kis gyanta csodákat művel, ami pedig a táplálkozást illeti. Ajánljuk, mit egyél, mit igyál, cukrosat, semmi ég, ne fogyasz sósat, se borsosat,
mostantól meg lesz Püskinek ő szemét, még hogy víz. Ha, ha, ha. Merjék édesen, ízesen, fűszeres, tilos a kávék, a sús is csak nyers lehet. Se ízen, se bűzen, ne legyen semminek, Máfalvi Eszter színművész azt mondja, reméli, ez a darab segít a nézőknek abban, hogy merjenek erről a témáról beszélni és szembenézni a betegséggel. Hát én nagyon remélem, hogy ez sikerülni fog. Nem csak az, hogy szembenézni, mert szerintem négy fal között az emberek szembenéznek, hoznak döntéseket, küszködnek ezzel a dologgal. Egyáltalán az, hogy ez egy létező dolog, és hogy emberek vagyunk, és van, hogy olyan bajokkal kell birkoznunk, ami nem emberléptékű, de mégis itt van, és hogy ott vannak körülöttünk mások is, és lehet erről együtt, közösen, talán ez segít.
Hát a humorral kapcsolatban tényleg reménykedem, hogy egy libikóka, hogy az életben is van, hogy vannak a szörnyűségek, és hirtelen kacagunk, aztán az öröm, aztán vissza, hogy ez működni fog, mert az élet is ilyen, tehát nem ilyen egyenes vonalú, egyenletes mozgással működünk. Az, hogy tippet nem fogadni, az, hogy van döntésed, és az a te döntésed, és az úgy jó, ahogy van, abban nagyon reménykedem, hogy az eljut. Az izraeli származású dráma és forgatókönyvíró Anat Goff utolsó műve a Happy Ending című zenés prózai játék, amit nagy sikerrel mutattak be 2011-ben a Tel Avivi Kameri Színházban. Az írónő egy évvel és 3 hónappal élte túl a színházi bemutatót, hosszan tartó súlyos betegség következtében 2012 őszén 59 éves korában elhunyt. Az izraeli kortárs dráma meghatározó képviselője volt, darabjait rendszeresen játsszák otthon és külföldön is. A Teátrum színpadán még a hétvégén láthatják a darabot. Horgas Eszter és a Talamba együttes francia dallamokat hozott a városba. A koncertet eredetileg a Művészetmalom udvarába tervezték, a romantikus helyszínt azonban a szeszélyes nyári időjárás miatt végül a Pest megyei könyvtár színház termében tartották meg. A világhírű fuvola művész és az Artisius díjas ütősök francia szerelem címmel állították össze műsorukat. Ahogyan a cím is mutatja, francia zeneszerzők dallamait fűzték egy csokorba és tették a személyiségük részévé. Nekünk az eredeti darabok egy vázlat, és abból, hogy mit hozunk létre, természetesen a zeneszerző érzelmi és szellemi indítatását követve, tehát az nyilván nagyon fontos, és ránk is hat, és kutatjuk, hogy miről szólnak, sőt, hát ugye itt nagyon az impressionista zenében nagyon pontos instrukciókat is adnak a zeneszerzők, már akár egy címmel is, hogy milyen irányba induljon az előadó. De vagy aztán az hogy tölti meg, hogy a saját hangszerére, a saját világára, hogy építi föl ezt egy mai 21. század előadó, szerintem borzasztóan fontos, és hát ezt látom külföldön is, hogy azért van ez a bizonyos sztárkultusz, hogy mennek művészeknek a koncertjére, mert ott várnak valamit, tehát ugye, hogy ott majd valami más fog történni, mint egy szokványos esten. Én amikor írok, én nagyon-nagyon lassan írok, és nem is nagyon szeretem leírni akkor, tehát mert minden nap, mikor felkelek, akkor valami, azt gondolom, hogy ez még mindig nem elég jó, tehát nem tartom magam egyáltalán zeneszerzőnek. A körülöttem lévő zeneszerzők, tehát az elmúlt, mondtam, hogy az elmúlt 10 évben tényleg rengeteg fóla irodalom született, az általában a belőlem kipattanó koncepcióból jön. Tehát amikor nyilván egy Kárment dolgozunk föl, akkor én mindig pontos instrukciókat adtam az zeneszerzőknek, vagy amikor Ádi Mallával dolgozom, vagy most a Talamba esetében is. Tehát elképzelek egy világot, tehát mondjuk amikor egy Erik Satiet játszunk, akkor én az óceán partjára képzelem magam, és marha mázlim van, mert erről kapnak a fiúk egy óceándobot, és akkor az így görgeti, tehát egy igazi műhely munka, tehát görgeti előre az egyik gondolat a másikat, és egyszer csak létrejön egy csodálatos kújalkotás. A Talamba ütő együttes Gödöllő 1999-ben alakult. A 4 ütő hangszeres művész már diákként barátságot kötött a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, és még tanulmányaikat végezték, kreativitásuk, ötleteik és elképzeléseik hasonlósága sikeres együttessé kovácsolta őket. Horgas Eszterrel pedig különleges hangzásvilágot alkottak. Thank you.
Farkas Eszter köztársasági érdemlenddel kitüntetett fuvola művész. Olyan hazai és világsztárokkal lépett fel, mint Aldi Meola, Natalie Cole, Szakcsi Lakatos Béla vagy a Class Jazz Band. Pályája elején választhatta volna a komolyzenész számára alkalmas, egyszerűbb utat, de ő bízott a megérzéseiben, amik nagyobb projektekre szólították. Nekem a 2003-as év az egy ilyen nagyon meghatározó visszajelzés volt, hogy az az út, amin járok, amin igazából nem nincsenek elődeim, tehát hogy itt azért kellett ehhez bátorság, hiszen a Zeneakadémiát, én már a Zeneakadémista voltam, tehát én 18 éves koromtól kezdve a legnagyobb klasszikus muzsikusokkal játszottam, és tényleg tehát minden adva volt, fantasztikus lehetőségeim voltak, nagyon-nagyon jó zenekarokkal játszottam együtt, csak valamiben mocorgott, ami azt mondta, hogy nem feltétlenül a kényelmes, beleülős út az én utam, vagy az én életem. És akkor 2003-ban, amikor a Kárment mutattuk be a Budapest Arénába, ami önmagában is egy őrületes elképzelésnek tűnt annó nekem, hogy egy Budapest Arénába, ahol ugye 10 000 ember befér, és hát el is keltek akkor a jegyek, hogy egy szálfúvalával, hogy ez hogy, meg hogy játszható be. Tehát, hogy egy egészen más lépték jött be az életembe, és hát a hazai is, és a külföldi kritikák is, és utána ez az út, amit tehát azóta járok, tehát tulajdonképpen minden évben valami nagyon nagy bemutató elkap. Ez egy nagyon erős visszaigazolás volt arra, hogy helyes volt az a döntés, hogy az emberek bátornak kellene, még akkor is, hogyha éppen egzisztenciálisan is és szellemileg ott ígérkezik egy kényelmes út, de ezt szerintem mindig befelé kell hallgatni. A Szentendrei Teátrum következő programja egy nyáresti operettgála lesz, melyet a Maja Trió előadásában láthat majd a közönség. A műsort a Ferenci Múzeum udvarában tartják majd. Augusztus végéig a hét utolsó három napján hűsítő programokkal várja az érdeklődőket a Skanzen. Természetesen minden a Bárány évéhez kapcsolódik. Gyermekkorunk élményeit hozza vissza a Szabadtéri Néprajzi Múzeum nyári programsorozata. A hűsítő hétvégéken várja a látogatókat málna szörp és egy kis jeges nyalat is, vagy más néven skanzenfagyi. A recept roppant egyszerű, össze kell törni a dinnyét, szilvát barackot egy villával, beletenni egy kis pohárba, beleszúrni egy pálcikát és lefagyasztani. Garantáltan cukor és adalékmentes finomság készülhet. De az érdeklődők a hűsítő rózsavíz készítését és felhasználási lehetőségeit próbálhatják a hétvégéken. Amikor a látogató ide hozzám érkezik a skanzenba, mindig egy elvihető tudást adunk neki, és hát kifejezetten ugye tényleg arra sarkaljuk a házi asszonyokat, fiatalabbakat, hogy használják ezt a tudást. Tehát amikor ugye hozzám érkezik a látogató, ugye itt együtt főzzük meg ezt a virágvizet, ezt az illóolajos virágvizet, és ugye ezáltal tudatosul benne, hogy ezt hogyan is kell csinálni, hogyan is kell elkészíteni. És ugye ezzel a tudással engedem én útjára a látogatóimat, és hát otthon már tényleg egy pillanat alatt elkészítik. Ugye kifejezetten a hűsítő hatást úgy érik el
otthon, hogyha elkészítik a látogatók, hogy ugye nagyon-nagyon sokszor kell ezt visszatenni a hűtőbe, hogy nagyon lehűljön, és ha például ehhez a hűtött frissítő vízhez kevernek mondjuk valamilyen anyagot, ami hűsítő hatást vált ki a bőrükön, tehát lehet akár citromot, akár teafaolajat, akkor ezt ténylegesen is érezni fogják később is, hogyha rápermetezték a bőrükre. Kifejezetten én azt szoktam ajánlani, hogy például amikor igazából valaki napozik, akkor ugye valamivel kell hidratálni a bőrét, és ez a permet nagyon-nagyon jó rá. Tehát kifejezetten ugye 100%-os illóanyagokból van, 100%-os virágvízből, ezáltal nem hagy nyomot a bőrön. Tehát amikor ugye ráfújjuk a bőrre ezt a virágvizet, akkor ugye hidratálva is lesz, és igazából megvan oldva egy másik krémnek, másik, hát hogy is mondjam, naptejnek a hidratálása, és ezt igazából ennél ajánlanám, ennél a napozásnál. Ugye kifejezetten itt nálam be van mutatva ugye a virágvíz készítése, ez a hűsítő permet készítés, és nálam zajlik a szappanfőzés is, és ezáltal nagyon-nagyon sok nő, hölgy fordul meg nálam, és fiatalabbak is. Tehát akik egy kicsit a szépség iránt érdeklődnek, azoknak ide kell jönni, és nagyon-nagyon sok praktikát meg lehet tudni itt nálam, például, hogy hogyan kell foltokat tisztítani hagyományos mosószappannal, amit a régi öregek, nagyanyáink, dédnagyanyáink is készítettek. A családokat népi játékok is várták a múzeumban, fonott karikákat kellett ügyesen rádobni egy faágra, lehetett gólyalábon járni, de akár horgászni is. Alapvetően minden program a bárány évének jegyében zajlik. Egyszerű kis textiles dolgokra kell gondolni, illetve mondjuk idén például báránykát lehetett csinálni, ilyen kis egyszerű alapanyagokból, tehát például a már az említett kukoricacsutkából, illetve hát ilyen kis textilanyagból összetákolva, és akkor ezt haza is vihették. Egyébként a múzeum területén számos műhely dolgozik úgy, hogy például a Kovács műhelyben lehet készíteni patkót, azt ugye haza is lehet vinni, de akár itt a szomszéd kettővel arrébb lévő házban például kötelet lehet verni, tehát kötélverés foglalkozás van, a miaszhöz foglalkozás igazából. Emellett hát textil ipari műhelyünkben szintén lehet készíteni és hazavinni, tehát általában azok a helyszínek, azok az élő múzeumi helyszínek, ahol ki lehet próbálni valamit, azt haza is lehet vinni. Tehát, tehát bejön egy család, több gyerekkel, akkor az otthon jó pár új dologgal térhet haza innen a múzeum területéről. A nagy sétában és játékban bizony el is lehet fáradni, míg a gyerekeket málna szörp, a felnőtteket többféle fröccs várta. Nagyon sokan úgy isszák a fröccsöt, hogy kevés bor és nagyon sok szóda, tehát gyakorlatilag úgymond ízesítik vele a szódát. A másik véglet pedig az, hogy a bornak adnak egy kis szénsavasságot, egy kis üdítő jelleget, és ezért sokkal magának a bornak a jellegét is, és a ízét is kihozza maga a szénsav, amit a szódával beviszünk a borba. Tehát, hogyha valaki a bornak a testességéért iszik bort, akkor az ne keverjen bele szódát, az egyértelmű. Viszont a szénsav az kiemeli a bornak az ízeit. És nem is azért, nem is a boriváshoz, hanem inkább az üdítőhöz hasonlítható a fröccs, ezért is találták fel, és ezért is alkotta meg az 1800-as évek elején Jedlik Ányos, mint magyar találmányként, aki a szódát feltalálta, és hogyha a hiedelem igaz, azért találta fel a szódát, hogy valamivel a bornak a jellegét kiemelje, mert ő nem szerette a testes borokat, a borokat mindig is hígította, és hígítva vízzel itta, és valami különleges pluszt szeretett volna még belevinni ebbe a történetbe, és állítólag ezért is találta fel a szódát, hogy a bornak a jellegét ő ezzel javítja. Aki kipróbálná, milyen egy gyermekkort idéző hűsítő hétvége, az augusztus végéig válogathat a programok között. Ennyi fért a mai Művészvárosba.
Jövő héten pénteken új időpontban várjuk majd Önöket. Addig is látogassanak el honlapunkra a részletekért, valamint korábbi adásainkért. Várjuk Önöket majd akkor is, tartsanak velünk. Viszontlátásra!